Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét a Modern Városok programok helyi fejlesztését érintő kérdésekről, parkolóépítésről, kerékpárutakról és a lakásszövetkezet működéséről is volt már itt szó ma a Fehérvár televízióban, hiszen közmeghallgatását tartotta a Székesfehérvár közgyűlése a Városházán. A városban élőket foglalkoztató kérdésekkel megyünk itt tovább a ma este folyamán is, hiszen a köztér vendége Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere, és neki tesszük majd fel a fehérváriakat érdeklő érintő kérdéseket. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én köszönöm a lehetőséget, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm a televízión keresztül minket nyomon követő fehérváriakat. Akkor kezdjük talán a modern városokat érintő döntésekkel, hiszen ugye nem is olyan régen foglalkoztunk egy újabb lépéssel, Zöld Város Fehérvár Tüdeje program kapcsán. A kormány 1,1 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést. Mit akar ez, meg egyáltalán hogy képzeljük el ezt a beruházást, polgármester úr? Ez valóban része a Modern Városok program keretében az állam és a város között létrejött megállapodásnak. A közgyűlés és a közmeghallgatás azért foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert most kaptuk meg ezt a több mint 1 milliárd forintot. Másodszorban pedig volt egy, azt gondolom, jogos kérdés a képviselők részéről, hogy a Modern Városok programnak a jelen állását, aktuális kérdéseit azt a közgyűlés hagy ismerje meg. És azt gondolom, hogy ez pedig nem lehetett mással jobb összekötni, mint a közmeghallgatással, hiszen ez azt a lehetőséget is megadta, hogy széles nyilvánosság is megismerje, hogy az egyes programpontok tekintetében hogy állunk. Én ebben nagyon büszke vagyok erre a bizonyos Fehérvár Tüdeje, vagy azt is mondhatnánk, hogy kiemelt környezetvédelmi programunkra, hogy annak idején 2015 tavaszán el tudtuk érni, hogy ez is bekerül ebbe a programba. Akkor is hangsúlyoztuk azt, hogy Fehérvár egy nagyon erős gazdaságára, iparára, azt gondolom, hogy joggal büszke város, ahol azonban azt is meg kell teremteni, hogy egyrészt azok a környezeti hatások, amelyek éppen a nagy gazdasági életből, ipari életből fakadnak, azokat tudjuk ellensúlyozni, részben pedig az itt élő embereknek biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy amikor nem dolgoznak, akkor a szabadidejüket azt minél jobb körülmények között, minél több programból, helyszínből választhassák ki. És ebben azt gondolom, hogy jogos igény egy nagyvárosban élők részéről, akik ráadásul nagy arányban dolgoznak is, hogy legyen lehetőségük a kikapcsolódásra. Ezt meg tudják tenni zöld környezetbe, gyakorlatilag a várostól, a belvárostól 10-15 perces sétára, de úgy, hogy mintha nem is egy városban lennének, hanem valahol vidéken. Azt gondolom, hogy a Sóstól rehabilitáció ennek volt az egyik eleme, ami nagyon szépen megy előre, és jövő tavasszal, nyáron már reményeink szerint a megújult Sóstót, és mondhatjuk azt, hogy a megmentett Sóstót újra mondjuk úgy, hogy birtokba lehet venni, és meg lehet csodálni annak, azt gondolom, hogy csodálatos környezeti és élővilágban megmutatkozó értékeit, és ennek a másik pálya, hogy a palotavárosi tavak mögötti területem, illetve az alsóvárosi rétem, kialakultunk egy nagy környezetvédelmi, mondjuk azt, hogy parkrendszert, amiben beletartozik maga az alsóvárosi rét, amit az első körben meg kellett vásárolnunk. Ez magántulajdonban volt, és tudni kell róla, hogy a rendezési terv szerinti besorolása alapján iparral beépíthető lett volna. Szerintem jogos volt az emberek elvárása, hogy ez az egyébként csodálatos környezeti körülményekkel rendelkező, adottságokkal rendelkező rét, ez ne kerüljön beépítésre. Másodszorban pedig, hogy hosszú távon is biztosítsuk, hogy ez gyakorlatilag a város egyik tüdeje lehessen, zöld területe maradhasson, és ezt meg tudtuk tenni, részben a kormányzat segítségével, hiszen a város korábban megvásárolta, de most ezt a forrást több mint 1 milliárd forintot, közel 1,1 milliárd forintot a város megkapta. Másodszorban pedig közben zajlik a palotavárosi tavak mögötti területen egy tervezési folyamat, ami pedig zöld sétányok kialakítását fog jelenteni, parkok kialakítását és különböző erdőknek a telepítését. Fontos elmondani az alsóvárosi rétnél, mert ugye ebben volt félreértés, hogy az nem eldöntött kérdés, hogy az alsóvárosi rét marad rét,
vagy adott esetben részterületei parkosításra, vagy erdősítésre kerülnek beszámításra ebbe a több mint 185 hektáros zöld fejlesztésbe. Azt gondolom, hogy ezt érdemes a szakemberekre bízni. Sokan mondják azt, hogy nagyon fontos, hogy ennek a nagy része továbbra is rét maradjon. Ha ez a szakmai döntés, akkor rét fog maradni. A palotavárosi tavak mögötti területre viszont sokan mondják azt, hogy ott van lehetőség parkosításra, és van lehetőség erdősávnak a telepítésére is. Ezt a tervezők, szakemberek meg fogják nekünk mondani, és lépésenként a következő években ezt meg fogjuk tudni tenni. Hozzátéve, hogy ez minden zöld fejlesztésnek van olyan része, aminek bizony a hatása majd évtizedek múlva lesz látható, de hát az nem csak ránk, magunkra, most itt élőkre, hanem a gyermekeinkre, unokáinkra is érdemes gondolni. Ez a fejlesztés erről is szól. De zöld lesz, az biztos. Zöld lesz, és jogilag pedig átminősítettük az ingatlant, tehát nem lesz lehetőség az ipari beruházásokra ezen a területen a jövőben sem. Ez zöld terület marad. Ha már környezetvédelemnél tartunk, akkor biztos szokta ön is böngészni a közösségi oldalt, ott több alkalomra is szóba kerültek a fakivágások, például az Icsi-ligetnél, de most legutóbb éppen a Várkörútnál posztoltak. Hogy vannak ezek a fakivágások, illetve kerülnek-e új fák oda? Több új fát ültetünk, mint amit kivágunk, és hogyha mondjuk az előbbi két nagy fejlesztést nézzük, akkor pedig összesen lehet hasonlítani, hiszen egyébként a sóstó rehabilitáció és a palotavárosi tavak mögötti terület plusz alsóvárosi rész, az közel 400 hektár környezetvédelmi fejlesztés. Szerintem ennek a töredékesen valósult meg soha Székesfehérváron, de én ennek ellenére megértem, hogy amikor egy-egy fa kérdése fölmerül, akkor az kivált vitát, adott esetben kérdésekkel feltevését. Az fontos tudni, hogy csak és kizárólag akkor kerül sor fakivágásra, hogyha vagy az a fa már egészségében sajnos olyan mértékben károsodott, hogy nem lehet megmenteni, adott esetben balesetveszélyes, adott esetben jogszabályilag mondjuk a gyökérzete vagy a lombozata olyan mértékben veszélyeztet közművet, amivel jogszabályi kötelezettség, hogy a balesetveszélyes állapotot szüntesse meg a városgondnokság, illetve akkor, hogyha valamilyen fejlesztés miatt ez mindenképpen szükséges. Sokkal kevesebb számban fordul ez egyébként, mint ahogy eredetileg egy-egy fejlesztésnél ez fölmerül, mert a szakembereink megtesznek mindent annak érdekében, hogy szinte fáról fára, amit lehet, megmentsünk. De közben látni kell, hogy a városnak is fejlődnie kell minden értelemben, és mondjuk az Icsi-ligetnél annak az elérés, ami jogos elváros volt az emberektől, hogy jóval nagyobb tér álljon rendelkezésre, mert szerencsére akár az adventi időszakban, akár a királyi napok rendezvénysorozaton, akár a Hello nyár rendezvényein a város kinőtte a magyar király előtti teret, az csak úgy volt lehetőségként megteremthető, hogy az Icsi-ligetbe áttoljuk a színpadot, ott viszont valóban ennek két fa áldozatul esett. De még egyszer, több fát ültetünk, mint kivágunk, ez azt gondolom, hogy egy jogos elvárás, ezzel is fogunk élni, de közben az a kérésem mindig, hogy a szakembereknek meg higgyünk, hiszen rengeteg olyan megkeresést is kapok, mi pont arra vonatkozunk, hogy egy-egy fát ki kell vágni, mert ez már szerintem nem egészséges és balesetveszélyes. Ugyanúgy azt, hogy egy adott fát miért vágunk ki, adott esetben ugyanarról a fáról beszélünk, valaki szerint már rég ki kellett volna vágni, valaki szerint nem szabad kivágni. Én minden esetben azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha a különböző szakmák közös álláspontját fogadjuk el, és ami nagyon fontos, hogy folyamatos előírás, hogy fa kivágás esetén többet kell ültetnünk, lehetőség szerint a telken belül, vagy a telek közvetlen közelébe. De azért azt se felejtsük el, és én mindig azt hiszem, mind a két oldalt megjelenítjük, hogy az előbb említett fejlesztéseken túl, amit általában egyébként ezek a közösségi oldalakon ritkában osztanak meg, pedig itt nem két fáról, hanem adott esetben sok-sok ezer fa ültetéséről beszélünk egyébként. Azért az elmúlt években a Petőfi Parkot befejeztük, a szénateret, mint parkot felújítottuk, a haleszte tekintetben felújítottuk, és most ugye tudjuk, hogy például a Jávor Otto téren is egy parkosítás fog történni. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, mondjuk a Csónakázó tó környékével, mondjuk a Sóstól, most a stadion környékével, ahol kifejezetten sok fa ültetésére került sor, hogy a faállomány nemhogy ne csökkenjen a városban, hanem minél nagyobb arányban is folyamatosan nőjön. Én azt kérem ezúton is a tévénézőktől,
újságolvasóktól, hogyha van lehetőségük, és tudnak olyan területet a városban, ahol szerintük van lehetőség parkosításra, van lehetőség néhány fa ültetésére, akkor azt küldjék el nekem, akár e-mailen, akár a különböző közösségi média felületeken, Facebook, Instagram, Twitter, jöhet bármelyik felületre, én olvasom, és azonnal meg fogjuk nézni a szakembereinkkel, hogy az adott helyszíne valóban lehet-e fákat ültetni, ha lehet, akkor fogunk fákat ültetni. Ez gondolom egy közös és nagyon fontos elvárás. És talán, ami jól mutatja, hogy ez mennyire egy központi téma, hogy éppen pár héttel ezelőtt kaptam fehérvári fiataloktól, a Fidelitástól egy olyan kezdeményezést, hogy 1000 fát ültessünk Székesfehérváron, és ennek nyomán a közgyűlés döntéseket is hozott, hogy mely helyszíneken kezdhetjük el ezeket a faültetéseket. Ezek részben ősszel, részben tavasszal, tehát amikor faültetésre lehetőség van, meg fogjuk tenni, ehhez a pénzügyi források rendelkezésre fognak állni, és ebben még egy dolgot fogunk megtenni, hogy ki fogjuk próbálni a városban azokat a technológiákat, amelyek már rendelkezésre állnak, bár nem minden esetben, viszont mindig minden esetben nagyon drága összegekért, de azt gondolom, hogy mégiscsak egy modern város, egy erős város ezt tegye meg, hogy ahol van lehetőség, ott át fogjuk ültetni a fát. Tehát az adott mondjuk útépítésnél nem fát fogunk kivágni, hanem hogyha arra mindenképpen szükség van, akkor azt a fát megpróbáljuk átültetni egy másik helyszínre. Tudni kell, hogy ez egy elég időigényes és pénzigényes folyamat, kb. 1 millió forint körülre teszünk egy átlagban egy fa átültetésének a költségét. Mi azt gondoljuk, hogy 30-40 éves értékekről van szó, tehát ahol erre lehetőség van, ott ezzel az eszközzel is élni fogunk a jövőben. Szintén közösségi oldalon böngésztem, a zeneiskolával kapcsolatban merültek föl a kérdések, most ott mi a helyzet? Átköltözik, nem költözik, mit szeretne a többség? Ön is biztos találkozott ilyen jellegű véleményekkel. Én is találkoztam vele, igen. A többséget tekintve mi abból tudunk kiindulni, ami ennek a folyamatnak a folyamán többször is előállt, hogy többféle szavazásra került sor ebben a kérdésben, és minden esetben nagy többséggel a költözés mellett foglaltak állást, akár a tanárok, akár az ott dolgozók, akár pedig a diákok. A folyamat elején mi fölmértük ezt a lehetőséget, úgy láttuk, hogy talán több konfliktust okozna, mint előrelépést, ezért mi arról tájékoztattuk a zeneiskolában tanulókat, illetve ott oktatókat, hogy valószínűleg inkább nem fog a középiskolai kampusz részeként költözni a zeneiskola, viszont akkor pont a középiskolai általános iskolai, tehát alapfokot tanítók, oktatók kérték azt, hogy ezt ők hagy gondolják át, és hagy döntsenek ők erről. Ők megismerték az akkor ismerhető elképzeléseket, és az alapján nagy többséggel azt a döntést hozták, hogy azt kérik tőlünk, hogy úgy tervezzük meg a középiskolai kampuszt, hogy oda átköltözik a zeneiskola. Utána kaptunk el tekintetben tájékoztatást a szülői munkaközösségtől és a diákoktól is. Így kezdődött el ez a tervező munka, ami a jó halad, hiszen alapvetően az engedélyes tervek az első ütem tekintetében elkészültek, és pár héten belül a második ütem vonatkozásában is el fognak készülni. Fontos, hogy mi nem alapvetően a zeneiskolában, hanem egy összművészeti alap- és középfokú képzési struktúrában gondolkodunk, és ezért megbíztam egy munkacsoportot, szakemberek vezetésével, hogy körülbelül egy fél év, háromnegyed év alatt, ha tudnak, tegyenek le egy összművészeti képzési struktúrára javaslatot a városnak. A városnak a kulturális élete nagyon fontos, azt gondolom, hogy fejlődik, és ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni, a tehetséges fiatalokat meg kell találni, és segíteni kell őket abban, hogy a kultúra bármely területén is dolgoznak, előrébb tudjanak jutni. Milyen jó lenne elérni, hogy a jövőben a zenekarunkban egyre több fehérvári, itt kinövő fiatal dolgozzon zenéjen, vagy ugyanúgy a színházunkba, vagy adott esetben a sok képzőművészetben tehetséges fiatal mondjuk a tópartiból megtalálja Fehérváron a számítását. A táncosainkról nem is beszéljünk, akik azt gondolom, hogy gondoljuk csak mondjuk a Pulutyka sikerére, hogy nagyon komoly minőséget képviselnek már ma is. Tehát mi azt szerettük volna megértetni ebben a vitában is szülőkkel, és azzal a pár tanárral, aki ezzel nem ért egyet, hogy mi másban gondolkodunk, mi egy nagyobb és egy regionális álmot szeretnénk kitűzni magunk elé, hogy ha művészeti oktatás, akkor Fehérvár a Dunántúlon megkerülhetetlen szereplővé váljon. De szeretnénk elkerülni a vitát, tehát minden javaslatot befogadtunk. Az utolsó szülőkkel folytatott egyeztetésen is hangzott el ilyen, ezeket a tervezők még tudják érvényesíteni. És talán még egy dolgot érdemes elmondani, az egész modern város programra igaz, az Európai Uniós fejlesztésekre és a saját erős fejlesztésekre is igaz,
hogy bizony van majd nagy kockázati tényező, ez pedig az építőipar kapacitásának hiánya. Tehát nem biztos, hogy a rendelkezésre álló összegekből mindent és abban az ütemezésben tudunk megvalósítani, ahogy arról, amit korábban mi magunk is szerettük volna, hiszen olyan drasztikusan emelkednek az építőiparban az árak. Tehát itt ebben a tekintetben minden fejlesztésnél ilyetén van egy belső tartalom véglegesítés tekintetében egy feladat, hogy a rendelkezésre álló összeg az emelhető az államban, vagy nem emelhető, és mi, ami tartalmilag bele tud a rendelkezésre álló támogatás összegébe, mint keretösszegbe férni. Ezt egyébként minden beruházásnál vizsgáljuk, így a középiskolai kampusznál is. Ami egészen biztos, hogy minden iskola esetében elmentünk, tájékoztattuk az ott tanítókat és az ott tanuló diákokat. Ugyanígy szavazás volt a Vasvárinál is. A Vasvári egyértelműen amellett foglalt állást, hogy szeretne egy új épületbe költözni. Ez egészen biztos, hogy meg fog történni. A Tóparti tanárait is tájékoztattuk, és a Kodolányi tanárait is tájékoztattuk, mert azt szeretnénk, hogy minden nagyon konszenzus legyen ezen fejlesztés mögött, aminek a közlekedési tervezése is zajlik, és az építőipari tervezése is zajlik. Egy biztos, 15,8 milliárd forint, én nem tudom, hogy mikor állt-e valaha egyáltalán rendelkezésére ennek a városnak, hogy 4 iskola vonatkozásában egy 21. századi infrastruktúrát hozzon létre, egy csodálatos környezetben, mint amit a Rózsaliget, vagy éppen a Csónakázótó biztosít. Szerintem ne fosszuk meg ezektől a fiataljainkat. És ugye, amikor mindig fölmerül a zeneiskola épületének a kérdése, ezt se szeretném megkerülni, mert nyilván az ember sok mindent hall a városba, mindenkit szeretnék a tekintetben tájékoztatni, hogy semmilyen döntés nem született, hiszen volt olyan időpillanat, amikor azt gondoltuk, hogy pont az ilyen kérdések felvetése okán inkább maradjon mindenki a helyén, elmondva, hogy magának a zeneiskolának a felújítására ebben a pillanatban nem látunk forrásokat, ugye ott is több milliárd forintról beszélünk. Ha tehát véglegesen eldől, hogy a Hermann egy összművészeti központ tekintetében költözik, akkor fogunk foglalkozni a zeneiskola épületével. Nagyon fontos azonban itt hangsúlyozni, hogy szeretnénk olyan funkciót találni ebben az esetben ennek az épületnek, hiszen a város főteréről van szó, ami továbbra is a városi közösségi tulajdonban tartja ezt az épületet. Ezt az épületet nem kívánjuk eladni, a város főterén mi nem kívánunk ingatlant eladni, és az elmúlt években szerintem bizonyítottuk, hogy nem ez a közgyűlési többség az, amelyik a város vagyonát értékesíti, ez a közgyűlési többség vagy visszavásárol, vagy megvásárol, vagy pedig növeli a város vagyonát. Egy ilyen értékes épületet, ami a város főterére nyílik, a város nem kíván értékesíteni. Hogyha esetleg más funkciót találunk a jelenlegi funkcióhoz képest, szerintem sokféle funkció fölmerül, nyilván a szállodáról én magam is hallottam, és egyébként hol van az kizárva, hogy mondjuk a városnak legyen szállodája. Nem kell feltétlenül ahhoz sem értékesíteni ezt az ingatlant. Még egyszer, a város főteréről beszélünk. Nagyon nem mindegy, hogy ott milyen funkciók találhatók meg. Egy egészen biztos, hogy ott csak a város közösségének lehet tulajdonjoga, illetve nyilván vannak egyházi épületek, tehát az egyház megyének. Nem kívánunk a város főterén és annak közvetlen környezetében lévő önkormányzati tulajdonú épületeket értékesíteni. Ezek a város tulajdonában vannak, és a város tulajdonában is fognak maradni. Hogy mi bennük a funkció, az a következő 1-2 év során el fog dőlni. Még egyszer úgy, hogy a zeneiskola nemhogy nem sérül, hanem azt gondolom, hogy gyarapodik, hiszen körülbelül megduplázódik a négyzetméter, amin zeneiskola és művészeti képzés lesz a mostanihoz képest, akkor is, ha költözik. De még egyszer, itt még van néhány nyitott kérdés, utána lehet végérvényesen azt megfogalmazni, hogy van-e költözés, vagy nincsen. Ami biztos költözik, az a Vasvári gimnázium, és biztos, hogy föl tudjuk újítani az ott meglévő épületeket is. Hogy a kampuszba a Vasvári, a Kodolányi és a Tópartin kívül költözik-e még iskola, mondjuk a zeneiskola, azt gondolom, hogy nagy valószínűség igen, de még nem teljesen biztos, mert az attól is függ, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, illetve amit tudunk, hogy rendelkezésre áll, az elegendő-e mind a 4 iskola felépítésére, illetve felújítására. Nem csak mi kértünk, nem csak mi készültünk kérdésekkel, hanem a fehérváriak is. Séda Szilvia, a kolléganőm járt az utcán, és megkérdezte, hogy kinek milyen kérdése lenne önhöz, úgyhogy tekintsük meg az első szállítást. Áruszállítással foglalkozunk, kereskedők vagyunk, és a belvárosi boltoknak szállítunk árut, hogy a boltok megközelítése
igencsak nehézkes. És nem mindenki ilyen fiatal ember, mint én, nehezen lehet becipelni az árut a boltokba. Tehát el van lehetetlenítve, nem csak Fehérváron, hanem az ország többi részén is a belvárosi áruszállítás, ez teljesen el van lehetetlenítve. Nem beszélve, hogy a vevők sem nagyon tudnak bejönni, mert nem tudnak hol parkolni. Messziről kell jönni, elmennek inkább a bevásárlóközpontokba, és a helyi vállalkozók bizony panaszkodnak, hogy a forgalom visszaesett. Akkor mint polgármestertől idegenül azt kérdezném meg, hogy ezek a városi programok, ezek minden körülmények között csak nyárra koncentrálódnak, vagy esetleg olyan történelmi eseményt választ, ami mondjuk téli, és akkor is csinál-e ide programokat, úgyhogy külső néz, nagy agykabát mindenkinek van, hogy van-e ilyen? Vagy csinál-e ilyet? Vagy tervez-e ilyet? Milyen fejlesztések lesz várhatóak a városban a következő 5-10 évben? Nos, hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokféle, igen, sokféle kérdéskör jött, fejlesztések 5-10 évben, hát. Hosszú lenne a felsorolás. Most azt tudom mondani, hogy ami városhoz kötődő fejlesztés, és elfogadott részben az állam, részben a város részéről, állami, Európai Uniós vagy városi forrásokból, az több mint 110 milliárd forint. Ebben gyakorlatilag egészségügyi fejlesztés, szociális területen történő fejlesztés, kultúra, sport, gazdasági fejlesztés, közlekedés, infrastruktúra fejlesztés tekintetében mindenről be tudnánk számolni. Úgy gondolom, hogy ezek mindegyike nagyon fontos. Én mindenképpen kiemelném mondjuk a déli összekötő útnak a megépítését, mellette több mint 10 kilométer, közel 13 kilométer kerékpár út fog épülni. Azt gondolom, hogy ezen belül nagyon fontos a Balaton-Budapest kerékpárút, ami ugye átszeli szerencsére Székesfehérvárt. Azt gondolom, nagyon fontosak a rendezvényhez kapcsolódó fejlesztések, mint mondjuk a multifunkcionális csarnok, ahol ugye most már a közbeszerzési eljárást is kiírtuk. Egy nagyon fontos kórházfejlesztés előtt vagyunk, ami részben a belgyógyászati tömb felépítését jelenti, részben közel 500 parkolónak a létrehozását a kórházban, illetve a kórház környékén, a középiskolai kampuszról. Beszéltünk a Fehérvár tüdeje programról, sóstó rehabilitációról beszéltünk, de ami nagyon fontos, hogy nem csak nagy programokban gondolkodunk, hanem városrészi fejlesztésekben is. A Sára Gyula program keretében, vagy az Ibli program keretében számos útjárda parkoló újul meg, illetve számos intézménynél is azt gondolom, hogy látszik a fejlesztés nyoma. Tehát fejlesztésből nem lesz hiány, én azt gondolom, hogy az lesz a kérdés, hogy az építőipar mit bír. Ebben a pillanatban nyugodtan mondhatjuk, hogy a városnak, az erős gazdaságnak, illetve az állami és Európai Uniós forrásoknak és az adósságkonszolidációnak köszönhetően nagyon-nagyon sok pénze van fejlesztésre. Itt az a kérdés, hogy egyszer mennyit lehet egyszerre, mondjuk úgy, hogy értelmesen fejleszteni egy városon, nem elfelejtve, mondjuk egy-egy útépítés, az bizony, ameddig nem készül el, vagy felújítás, azért bonyodalmakat is tud mondjuk az egyébként sem egyszerű reggeli vagy kora esti időpontokban a város közlekedésében okozni. Egyébként tervezzük, hogy a város honlapján hamarosan megjelenik majd egy olyan aloldal, ahol az összes fejlesztésnek az egyes, melyik fejlesztés hol tart, az nyomon lesz követhető, a döntéstől egészen a megvalósulásig. Pont azért, hogy aki kíváncsi arra, hogy az ő város részében mi történik, vagy az ő számára fontos városi területen, akkor az meg tudja nézni, hogy a város erről már döntött, tervezi, vagy már kivitelezés kezdődik hamarosan. Én szerintem erre egyébként lesz igény, és remélem, hogy a következő időszakban is itt jó döntéseket fogunk tudni hozni a fejlesztések vonatkozásában. Ami a belvárost illeti, először is nyilván nem most hallom először a belvárosi kereskedőktől. Igen, szemben, az ő szempontjukból természetesen teljesen jogos felvetés, de itt elmondta az úr, hogy általában ez van a belvárosokban. Hát nyilván két ok miatt. Egyrészt, mert szeretnénk a belvárosunkat megvédeni, másodszorban pedig én azt gondolom, hogy a magyar nyelv szép és kifejező, sétáló utca. Szerintem ebben minden benne van. Tehát igenis, hogy kell, hogy legyen olyan utcája
egy-egy nagyvárosnak, legalább a belvárosban, ami kifejezetten a sétálóké. És igen, mindenki másnak pedig ehhez illik alkalmazkodni. Én nem azt tapasztalom, amit itt az úr mondott, hogy a belváros kiürült volna az elmúlt években, én kifejezetten azt tapasztalom, hogy megtelt élettel, hogy rengetegen vannak, különösen, ha rendezvények vannak, de most már akkor is, ha nincs rendezvény, egyszerűen az emberek szeretnek bejönni a belvárosba, és hogyha jó kínálatot találnak, akkor nem elfelejtve, hogy ez a legnagyobb vásárlóerővel rendelkező város, akkor egyébként vásárolni is fognak. Az egy másik kérdés, hogy folyamatosan egyeztetünk a kereskedőkkel, hogy hogyan tudnánk azt elérni, hogy mondjuk ne zárjanak be az üzletek szombat délben, vagy szombat egykor, amikor egyébként szombat délután vagy vasárnap tele van az emberekkel a belváros. Hogy hogyan lehet azt elérni, hogy mondjuk egy hetet-hét játékfesztivál idején egyébként nyitva van a játékbolt. Hiszen ott vannak egyébként azok, akik szeretnének vásárolni. Azért járnak a belvárosból, a bevásárlóközpontokba az emberek, mert ez a város dolgozik, és mikor kijön az ember a munkahelyéről, akkor egyébként nyilván keresi azokat az üzleteket, amik akkor nyitva vannak. De a kereskedőknek meg abban van igaza, különösen egy családi kereskedelmi egység esetében bizony nem könnyű az egy-két alkalmazottal megszervezni azt, hogy hogyan, milyen módon történik a nyitvatartás. Az áru pakolás tekintetében nem tudok az úrnak igazán mit ígérni. Szeretnénk a sétáló utcát a sétálóknak, a gyalogoló embereknek és a családoknak megtartani, és szeretném, hogyha lenne olyan hely ebben a városban, ahol egyébként egy kisgyerek anélkül motorozhat, kis játékmotorával, vagy futhat egyet, hogy közben a szülőnek nem kell azon aggódni, hogy honnan érkezik egy autó, vagy egy motor. És még egy kérdésem, pár nappal ezelőtt egy környező ország nevesül Ausztria belvárosában voltam Bécsben. És én ott nem egy sétáló utcát láttam, hanem egymásra épülő utcarendszert, sok-sok utcával, ahol egyáltalán nem volt autó. Viszont volt sétáló ember, volt jókedvű, mosolygós sétáló ember. És nyitvatartó boltok. Én szerintem inkább abban kellene közösen gondolkodnunk, hogy mi, és ebben nagyon szívesen segítünk a belvárosi kereskedőnek a jövőben is, hogy miben tudunk közreműködni annak érdekében, hogy ő neki ez megérje, de közben élettel legyen teli ez a belváros. Ami azt gondolom viszont teljesen jogos felvetése volt az úrnak, hogy parkolóhelyek kellenek, hogy legyen a belváros környékén. Szerintem soha annyi parkoló nem épült, mint adott esetben akár 2017-ben. Következő években ezt tovább fogjuk növelni, de azt is látni kell, hogy rohamtempóban nő a gépjárművek száma is. Az egy főre eső gépjármű száma a legmagasabb Székesfehérváron az egész országban drasztikusan nő, és ez azt jelenti, hogy soha nem lesz annyi parkolónk, hogy egész napos autótárolásra a belvárosban, ráadásul ingyen, ahogy ez nyilván elvárás szokott lenni, meg lehessen teremteni. Viszont arra szeretnénk megteremteni a lehetőséget, hogy a belváros környezetébe legyenek olyan nagy gyűjtőparkolók, ahol meg lehet állni, ahol van hely, és a lehetőség szerint legalább az első órába, mondjuk próbajelleggel kezdjük így, ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen legyen igénybe vehető, de ez nem közvetlenül a belvárosba, az maradjon meg az ott élőké, illetve a sétálóké, hanem annak közvetlen környezetében. Láttam Magyarországon jó példát, ahol egy kártya alapon adott esetben a város polgára, az mondjuk az első egy órában a város különböző pontjain is akár egyébként ingyen parkolhat, akár úgy is, hogy itt 5 percet tölt el a gyógyszertárnál, a házi orvoshoz megy 10 perc, okmányirodába 15 perc, és így körbe tud menni adott esetben a városban. Van parkolóhely, és ezt így tudja igénybe venni. Ezen dolgozunk, technikailag a rendszert idén erre felkészíti a Városgondnokság, és ahogy megfelelő parkolószámba lesz, úgy ezt a döntést szeretnénk meghozni. A parkolásból befolyó összeg nem költségvetési tétel, hanem egy közlekedés szabályozási eszköz. Egész napos autótárolást nem tudjuk közterületen támogatni a belvárosba és annak környékén, viszont az ügyintézést, a belvárosba való bejövetelt azt gondolom, hogy igenis lehet, vagy azt is mondhatnánk, hogy kell a városnak segíteni, ezért teszünk meg mindent annak érdeké, hogy erre lehetőség legyen. De még egy mondat. De hogy közben azt látjuk, hogy a Palotai úton létrehozunk egy több mint 110 fős parkolót. És a 110 darab autó befogadására alkalmas parkoló, az félig sincs tele, mert onnan sétálnunk kell, magamról is beszélek, 200 métert, akkor ez biztos, hogy
előbb-utóbb azt fogja előidézni, hogy figyelni kell az embereknek, hogy hol van parkolóhely, ezért hamarosan szeretnénk Smart City-s megoldásként lehetővé tenni az embereknek, hogy a telefonjukon azt is lássák, hogy melyik fehérvári parkolóhelyen, milyen módon és hogyan érhetnek el szabad parkolókat. Parkolók után biztos, hogy szóba fog kerülni a közösségi közlekedés kérdése is, de nem szeretném lelőni a poénokat, jöjjön a következő összeállításunk. Hogy bírja a gyűrődést? Tehát azért így az ember a Facebookon főleg olvassa a kommenteket, és kap hideget és meleget. Hogy ezt hogyan lehet elviselni? Elégedett vagyok, megvan mindenem, van munkám. Nagyon rosszak a járdák. Az mikor lesznek megcsinálva? Például itt a Liszt-Ferenc utcában nagyon szép ez a gyönyörű ez, hogy történelmi kövezet van, csak az ember kitörli a nyakát rajta. Olyan lukak vannak benne. Olyan szintkülönbségek vannak. Nem egy ember már itt szemem látára elesett. Ezt például mikor csinálják meg? Mi az akadálya annak, hogy egy normális albaolánt vagy egy buszközlekedést összehozzanak, mert az botrányos? Ez az egyetlen, nem tudom, mi lehet az akadálya. Én nagyon meg vagyok elégedve igazándiból, most költöztünk át a toronysorra, szépen fel vannak újítva az utak. Igazándiból rendben. Szerintem nagyon jól csinálja a kis dolgait, úgyhogy én meg vagyok elégedve. Mikor lesz mondjuk a Dóbudai Egyetemen valami igazi egyetemista klub, ahol lenne egy jó büfé, ahol lehetne jókat inni, enni. Nos, hát polgármester úr nagyon jól csinálja a kis dolgait, nekem ezt tetszett a legjobban, de ez egy őszinte hozzá. Nekem is, de azért volt más típusú kérdés is. Még az előzőnél nem válaszoltunk annak a nem fehérvári hölgynek. Igen, én folyamatosan hívom nagy szeretettel őt vissza Székesfehérvár, az év szerintem minden pontján, idő pillanatában megtalálja a rendezvényeket. Az adventi időszak, amihez közeledünk, azt gondolom, hogy különösen szép, úgyhogy várjuk vissza adventben is Székesfehérvárra, illetve hát ugye október 29-től pedig újra Szeúzó kiállítás a városunkban. Azt gondolom, hogy ez is nagy érdeklődésre fog számot tartani. 3 hétig lesz itt, hosszított nyitvatartást tart a múzeum, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Ugye elhangoztak kérdések, hogy én hogy bírom, én erre mindig azt szoktam mondani, nem az a kérdés, hogy én hogy bírom, hanem a család, azt gondolom, hogy nekik bizonyos szempontból megterhelő, de kitűnő háttert adnak, hogy én a munkámat végezhessem. Én ízig-vérig ehhez a városhoz kötődök, mire még vissza tudjuk vezetni a családot itt élt, vagy a Fejévár környékén. Nagyon szeretek itt élni, és szeretek ezért a városért tenni. Ez nem egy unalmas munka valóban, minden nap más, mint az előző volt, és a következő megint más lesz. Nyilván vannak az embernek jobb napjai, meg nyilván rosszabb napjai, azt gondolom, hogy ez mindenkivel így van, de olyan nap még nem volt, hogy én ne szívesen mentem volna bedolgozni a Városházára. Hogy ezt meddig tehetem, az pedig csak részben múlik rajtam, az nyilván a fehérváriakon múlik. Ameddig én úgy érzem, hogy én ezért a városért tudok mit tenni, tudom szolgálni, addig én szeretnék ebben a feladatban dolgozni, a többi meg majd a demokrácia szabályai szerint megfelelő időközönként a választópolgár döntése lesz, hogy ezt meddig folytathatom. Ami fölvetődött, ugye itt is elhangzott, hogy útfelújítás, és örül a hölgy, másik kérdés pedig pont arra vonatkozott, hogy a járdákat mikor újítjuk föl. Folyamatosan zajlik, hogy a Sára Gyula program keretében nagyon komoly összegeket fordítunk útjárda parkolóépítésre. Szeretnénk elérni, hogy minden városrészben látszódjon ennek a nyoma. Én úgy gondolom, hogy ez így is van, hiszen 100-150 millió forint jut körzetenként, tehát mind a 14 városrészre, a városi körzetre 2017-18-19-ben, és a 19-re tervezett fejlesztéseket a 17 decemberében javasolni fogom a közgyűlésnek, hogy hozzuk előre 18-ra, tekintettel, hogy a helyi gazdaság annyira jól teljesít, hogy kellő adóbevétel lesz, juttatja a várost, hogy nem kell bizonyos fejlesztések érdekében 19-ig várni. Ezt azért mondom az úrnak, mert ez éppen járda út- és parkolóépítést és felújításokat fog jelenteni, de azért olyan nagy adósságainkat törlesztettük az elmúlt időszakban, mint ugye a Mártirok útja, vagy fogjuk most például, ugye zajlik lassan a befejezéséhez közeledik a Horváth István lakótelep, amire az ott élők mondják, hogy évtizedek óta nem volt például ott felújítás, történt felújítás a Liget soron, történt a Vízivárosban,
nagy parkolófelületek kerültek átadásra, a Palotavárosban is, ahogy elhangzott a Toronysoron. Jövőre elkezdjük a nagy csapadék vezeték felújítását és közműfejlesztését az Öreghegynek a Fiskális úton, hogy ez teszi lehetővé, hogy rákössük az öreghegyi kis utcákat, most már a csapadék elvezetésre. Idén a Felsővárosban volt nagyon nagy csapadékvíz, és ahhoz kapcsolódó rendszerek, közművek vonatkozásában felújítási munka. A Fekete-hegy száraz réten is folyamatosak a felújítások. Azt látni kell, hogy nem megy egyszerre minden, és nem csak pénzügyi okok miatt, mert egyszerűen az építőipar nem bírja, illetve nem túrhatunk föl egyszerre minden utcát. Azért látszik, hogy mondjuk a Távirda utca felújítása, amit követ a Kégli utcának a felújítása, az bizony fennakadásokat akaz a közlekedésbe. A Budai úthoz előbb-utóbb hozzá kell nyúlni, nem lesz egyszerű közlekedés szervezésileg. A Széchenyi utat elkezdtük felújítani, ugye a déli összekötő út remélhetőleg a jövő évben tudjuk kezdeni már az építkezés, ez nem megy másként. Annak nagyon örülök, hogy a belváros is fölmerült, mert én a belvárost kifejezetten szívügyemnek tekintem, egyszerűen azért, mert kellenek közösségi terek ebben a városban. Nagyon jó látni, amikor az emberek összejönnek, jókedvűen, mosolygósan sétálnak, a teraszok tele vannak, múzeumokból bemennek az emberek, és ez a belvárosban valósítható meg. Úgyhogy a belvárosi utak, utcák is folytatódnak, ugye most az Országzászló tér épül éppen, az Arany János utcát újítjuk föl, illetve ugye az a bazilika előtti teret, ami pedig különleges lesz, hiszen egy üvegtetőt fog kapni, legalábbis az egyik része, és ezt folytatni fogjuk ezt a munkát. Most, hogy ezekről döntöttünk, a Kossuth utca irányába fogunk tovább menni, tehát a Kossuth utcát szeretnénk felújítani, illetve a Szent István teret, és így megyünk körbe, illetve most már elnyert forrása van a városnak, még ha azt ki is kell a önkormányzatnak egészíteni, de azt gondolom, ez mégiscsak jó hír, a Bartók tér felújítására. Azaz az a célunk, hogy szépen folyamatosan, ütemezetten, de a belváros valamennyi útja is megújuljon, és a homlokzata is, hiszen a homlokzat felújítások is szerencsére zajlanak, és ezekhez azért a város nagyon komoly támogatásokat biztosít a belvárosi társaságoknak. És előttünk van a Fekete Sas felújítása, és nem szeretnék titkot elárulni, de hamarosan a múzeum épületére is ez a pozitív értelembe vett sors várhat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek jogos felvetések, én abban kérek megértést, hogy ezt ütemezen tudjuk megvalósítani. Másrészt, amikor felújítunk valamit, akkor az kellemetlenségekkel is jár a felújítás alatt. Én ezúton is kérek, és köszönök meg türelmet e tekintetben. És ugye volt a közösségi közlekedés, mint kérdés, mint talán a legerősebb kritika. Ezt látni kell, hogy pár évvel ezelőtt önmagában meg kellett menteni a csődtől a helyi közösségi közlekedést. Egy óriási adósságot halmozott fel e tekintetben is az elmúlt több mint egy évtizedben a város. Ezt Fehérvár rendezte, és egy megállapodást kötött. Ezen kívül pedig az évről évre jelentkező veszteséget is finanszírozzuk. Tehát ebben az évben, illetve hát ezekben az esztendőkben már évi több 100 millió forintot költünk helyi közösségi közlekedésre. Évente növeljük a futott kilométer számot, ez nem fog változni 18-ban sem, be fognak lépni új körjáratok, és folyamatosan szeretnénk a szolgáltatás színvonalát emelni. Az autóbusz park tekintetében is előrelépés van, de igazán látványosan akkor tudjuk a 65 eszközt cserélni, ha erre lesz pályázati kiírás. Én bízom benne, hogy akár mondjuk az Ikarusz újraindítását figyelemmel kísérve, hogy lesznek olyan állami, illetve uniós forrásból kiírásra kerülő pályázatok, ahol Fehérvár önkormányzata el tud indulni, és akár közvetlenül, akár a szolgáltatón keresztül, de le tudja cserélni a buszparkját. Azt látni kell, és ebben e tekintetben az úrnak teljesen igaza volt, hogy a közösségi közlekedést azért is fejleszteni kell, mert máshogy nem tudjuk a közlekedési problémákat kezelni, mint akkor, ha a gyalogos közlekedést, a kerékpáros közlekedést és a busz közlekedést fejlesztjük. Ez tudja ugyanis részben az útjainkat tehermentesíteni, és azt kezelni, hogy napi szinten körülbelül 45-50-55 ezer ingázó van Székesfehérváron. Ők ugyanúgy közlekednek, mint az itt élők, ezért eznek a nyomait lehet a bevezető-kivezető utakon reggel, illetve délutánkor este látni. Ezt is tudja
a közösségi közlekedés részben segíteni. Ugye nem elfelejtve egy fontos lépést, hogy a közösségi közlekedésbe, a helyibe be tudtuk vonni a helyközit az elmúlt években. Tehát a helyközi buszok, azok megállnak a fehérvári buszmegállókba, és oda helyi tarifák alapján föl lehet szállni, és azokat is igénybe lehet venni, kivéve az országos buszhálózathoz tartozó buszokat, de az egy következő lépés lehet. Tehát azt gondolom, hogy a kritika jogos, a szolgáltatás színvonalát szeretnénk folyamatosan emelni, és hogyha nem tudom, hogy az úr néze, kíváncsi, nagy szeretettel várom az irodámba, és nagyon szívesen megmutatom, hogy az elmúlt években hogy nőtt a kilométerszám, hogy nő a hálózat, és hogy nő ehhez biztosított önkormányzati finanszírozás, mert a jegyek és a bérletek azok megközelítőleg sem fizetik, még az állami támogatással kiegészítve sem azt, amiben a helyi közösségi közlekedés a városnak kerül, mert hogyha ez a bérletárba és jegyárba megjelenne, akkor az emberek még kevésbé szállnának autóbuszra, tehát ezért van az, hogy egyáltalán nem emeljük hosszú évek óta, vagy csak minimálisan a bérlet és jegyárakat, mert nem igazán a bevétel lenne most a legfontosabb, hanem az, hogy minél több embert meg rá tudjunk anna venni, hogy legalább a közlekedési szokásaik egy részén változtatva az autóbuszt is igénybe vegyék. Ehhez viszont a szolgáltatási színvonalat egészen biztos, hogy emelni kell, és azt a szerintem igazságtalan helyzetet pedig kezelni, hogy a budapesti közlekedés sokkal, de sokkal több támogatást kap, mint a megyeijogú városok közösségi közlekedése együttvéve. Márpedig a megyeijogú városokban egy nap ugyanannyian közlekednek, mint a fővárosi közlekedésben. Tehát mi csak annyit kérünk, amennyit a főváros. Ha ezt egyébként megkapja a város, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon nagy előrelépést jelenthetne. Én ezt nem tartom lehetetlennek, hiszen rengeteg támogatást, történelmi fejlesztési lehetőségeket kap Székesfehérvár a kormányzattól. Én bízom benne, hogy a déli összekötőt is meg tudjuk valósítani, úgy a közösségi közlekedés is megkapja a támogatást, és én még abban is bízom, hogy egyéb célokban is előre tudjuk vinni a város közlekedési fejlesztéseit is. Úgyhogy összességében én köszönöm a kérdezőknek, és ezúton is, ha lehet, akkor biztatnék mindenkit, hogy akár a közmeghallgatásra, akár a Facebookon tartott közmeghallgatásomra, akár a Twitter oldalamra, kinek hova tetszik, ha van kérdése, ha van kritikája, van javaslata, akkor azt fogalmazza meg, én olvasom, pici türelmet kérek mindig, hogy válaszolni tudjak mindenkinek, de én is csak azokról a problémákról, azoknak a problémáknak a megoldására tudok kísérletet tenni, amikről tudunk, és nincs minden tudás köve nálunk a Városházán. Úgyhogy az a kérésem, hogy valakinek van javaslata, ötlete, kritikája, az küldje meg a számomra, hogy utána tudjunk nézni, és ha lehet, akkor meg tudjuk oldani. Legközelebb egyébként én közben kigyűjtöttem, november 6-án lehet majd kérdéseket feltenni önnek a Facebookon. Igen, Facebookon is, Twitteren is, és én bízom benne, hogy nagyon sokan fognak ezzel a lehetőséggel élni. Az eddigi tapasztalat az, hogy ezt örömmel fogadják a fehérváriak, és hogyha van rá lehetőség, én ide is nagyon szívesen jövök, és akár közvetlenül hozzám itt is lehet majd kérdéseket feltenni. Köszönjük szépen, élni fogunk a lehetőséggel. Köszönöm szépen. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.